Újra itt vagyok, Joker 13. Üdvözlök minden kedves feliratkozómat, illetve ismételten az újonnan feliratkozókat. Köszönöm, hogy egyre többen követtek. És hát, ma egy olyan videóval érkeztem, van egy-két apróbb hír, amit szeretnék veletek megosztani, illetve kitérek azokra a dolgokra, amit itt a kommentelők állandóan feszegetnek, és ezt most véglegesen tisztába fogom rakni, és őszintén fogok róla beszélni, hogy ezek után ebből már, bár úgy is tudom, hogy nem lesz ennek vége, mert mindegy, hagyjuk, nem akarok rosszat mondani róluk. És megfogadtam az utolsó videóim, a trollos videóim után, hogy én ezzel semmiféle negatív videót nem fogok gyártani, úgyhogy most nekik egyfajta kitárulkozást fogok nekik elmondani magamról őszintén. Ugye sok vád ért azzal, hogy én milyen drogos vagyok, és hogy a videóim alatt is teljesen kész vagyok, meg így, meg úgy, meg amúgy. Na mindegy, majd ezeket cáfolom, illetve elmondom, hogy mik azok a dolgok, amiknek van valós alapjuk. És hát, ha ezzel kielégítem az ő érdeklődési körüket. Na de az első és legfontosabb hír, itt most puskázok, ugyanis ismét fölröppent egy új hír Tekashi 6ix9ine-ról, mégpedig az, hogy a Guba című számát a YouTube egy időre letiltotta. Mégpedig azért, egy producer szerint beleegyezés nélkül hangmintázata hozza át egyik beatjét ebbe a számba, amit állítólag ez a producer csinált, és ezért megvétózta ezt a fajta videóklippet. Szóval az ő hangmintáját hozzáadta az egyik át az egyik beatjét, ami törlése május 31-én történt meg. Az indoklás, ez a videó úgy volt megindokolva, hogy amikor ráment valaki erre a Guba videóklipre, akkor az volt írva, hogy ez a videó nem elérhető, mivel a Magix NG szerzői jogokat sértette. A klip azóta ismét elérhető, Ez a producer, ez a MyXNG, egy kenyai producer, és Tekashi, vagy a kiadója elérte, hogy a klip ismét elérhető legyen. A Guba jelenleg 270 milliós nézettségen áll, illetve annyit hozott, és a rapper
Na mindegy, szóval az volt itt a lényeg, hogy ez a gyanúsítás nem állta meg a helyét, mert ez a producer, ez a Max Enge, ez nem tudott megfelelő bizonyítékokat felmutatni, hogy az ő beatjét használták föl a videoklipben. Ezért visszaállították a megtekintésre, szóval mostantól ugyanúgy lehet megtekinteni ezt a Guba című számot, ahogy eddig is. Viszont a rapper eközben dolgozik a visszatérő albumán, egy Instagramon posztolta is egy részletét, posztolta, amiből kiderült, hogy ez inkább egy kicsit énekesebb, lágyabb hangvitelű videóklip lesz. Szóval ennek igazából, erről igazából ennyit tudtam mondani, hogy valaki betámadta, hogy az ő beatjét használta föl, de nem tudta alátámasztani, ezért a YouTube rögtön vissza is rakta a Guba című számot, és hát ugyanúgy megtekinthető ez, szóval ez megint csak egy ilyen, én úgy gondolom, egy ilyen reklámfogás volt, hogy megint róla beszéljenek. De hát Tekashi 6ix9ine töretlenül halad előre, és ugye a több 10 milliós lemez szerződés aláírása miatt neki folyamatosan kell csinálni az újabbnál újabb zenéket. És a következő szám az egy kicsit lájtosabb lesz, amivel vissza fog térni. Hát ez volt ez egyik rövid hír. A következő rövid hír, amit szeretnék mondani, ez a Cibók Lacihoz kanyarodunk újra vissza, ugyanis egy Riporta Media YouTube csatorna csinált egy Cibók Lacira emlékezést, ez egy másfél órás mondhatjuk dokumentum, nem is film, de visszatekintés, emlékezés az ő életművére. Ezt nagyon ajánlom mindenki figyelmébe, hogy nézze végig, hogy ezáltal is emlékezzünk Cibók Laci emlékére. Hát ez volt ez a két rövid hír, amit először be akartam jelenteni, és most következik az, amivel engem mindenki vádol, hogy én mekkora drogos vagyok. Na és ezzel szeretném kifejteni a véleményemet. Elsősorban szeretném megjegyezni, hogy az dobja rám az első vagy az utolsó követ, vagy kövezzem meg, aki a negatív kommentekbe, ha mélyen magába néz, nem hiszem, hogy a többségük nem használtak különböző tudatmódosító szereket. És nekem már volt egy videóm ezzel kapcsolatban, hogy igen, én a 90-es években elég keményen benne voltam ebbe, használtam különböző drogokat, kipróbáltam mindenfélét, viszont a kemény drogokba soha nem voltam benne. Parti drogokat szedtem, de ez se olyan rendszerességgel, hanem mit tudom én, 2-3 hetente egy nagy buliba összejöttünk a csapattal, és akkor használtunk ilyen kedélyjavító, vagy designer drogokat. Ezt sose tagadtam,
ez hozzátartozik az életemhez, ezt aki ismer, ez mindenki tudja. Ezen nincs mit tagadnom. Viszont ez a tinédzser korszakom elmúlt, és jöttek az életemben fontosabb dolgok, amiket nem lehetett nem lehetett összefüggésbe hozni a drogokkal, mert azért elég sok komoly munkáim voltak, amiben nem lehetett megtennem azt, hogy én drogosan jelenjek meg, és folyamatos tudatmosodosító szerek hatása alatt legyek. Szóval volt nekem is egy váltásom a tinédzser fellángolásaim után, amikor bizony-bizony ezeket a drogokat abbahagytam. Azt nem mondom, hogy néha-néha nem szívtam el egy spanglit, vagy ha olyan társaságba keveredtem, nem szívtam valamit, de mondom, ezek a 2000-es évek elején, közepén volt, mert akkor ez volt a divat, és sajnos ilyen társaságban voltam, és bizony gyenge voltam, beleestem az ilyen dolgokba. De jött egy életmódváltás, amikor helyre kellett tennem magamban a dolgokat, hogy most üzlettel fogok foglalkozni, cégeim voltak, és ezek nem engedték meg azt, hogy én bármiféle tudatmódosító szereket használjak. És lehet, hogy amit ti láttok rajtam, mert biztos nem múlt el ez nyomtalanul, szóval a viselkedésemben, a mozdulataimban, vagy bármi másban, amit ti észrevesztek, hogy hú, te most biztos drogozol, ezek több mint valószínű ezekből az időszakokból maradt vissza, de hát én ezt bevállalom, igen, én csináltam ilyeneket, sajnos, nem vagyok rá büszke, de hát akkoriban, a 90-es években és a 2000-es évek elején ez volt a menő. Sajnos én is voltam, amikor rossz társaságba keveredtem, ott ez volt az elfogadott, és igen, én is beleestem, és csináltam ilyen dolgokat. De hangsúlyozom, ma már 10-15 éve nem használok semmiféle szintetikus, vagy bármilyen féle drogot, amit ti azt hiszitek itt a videóim alatt, hogy jó, már megint be van szívva. Nem vagyok beszívva. Viszont, amit ugye nem tagadok, ugye meséltem a katonai múltamról, ott sajnos az alatt a 3-4 év alatt, például Tatán, ott nem volt milyen más szórakozás, amikor vége volt a szolgálatnak, vége volt a napnak, ott voltam Tatán, semmi perspektíva nem volt, a nőtlen szálló előtt volt egy kocsma, és hát sajnos ez volt a legnagyobb szórakozásunk, hogy lementünk a kocsmába, és elkezdtünk inni. Na, én itt estem bele ebbe a hibába, hogy ott kezdtem el elég sokat inni, ami rá is nyomta a bélyegét az utána lévő pár éveimre, hogy valóban én nem olyan szinten, de mit nevezünk alkoholizmusnak, mondjuk azt, hogy alkoholistává váltam. Ez nem azt jelentette, hogy minden nap ittam, de ha mondjuk vége volt a hétnek, és hazakerültem, akkor a barátaimmal összejöve
Bizony, bizony, rengeteg, rengeteg sok alkoholt ittam. És ez elvezetett egy olyan szintre, hogy alkoholistává váltam. De ez még mindig nem olyan alkoholizmus, hogy én reggel fölkeltem és remegtem az alkoholért. Nem. Én ugyanúgy tudtam végezni a munkámat, ugyanúgy csináltam mindent, de ahogy ennek vége volt, rögtön az üveghez nyúltam. Igen. Volt ilyen. És, hogy örüljetek, a mai napig előfordul. De már nem olyan mértékben, mint akkor. Mert ma már úgy kezelem az alkoholt, hogyha nem iszok 2-3 hónapig, utána csinálunk a haverokkal egy kőkemény bulit, ahol igen, nagyon csúnyán bebaszunk, utána 3 napig regenerálódok, és utána 3 hónapig semmi bajom nincsen, és nem is kívánom az alkoholt. Szóval ennyit az alkoholról. Mert én nem, sose titkoltam, hogy szerekhez nyúltam. Hogy alkoholista voltam. Amin mai napig próbálok változtatni, ami nagyon nehéz, őszinte leszek, nagyon nehéz, mert ha elmegyek inni barátokkal, mindig agyban ott kell lennem, hogy tartsam a határt, hogy ne vigyem túlzásba. Ez nagyon nehéz, de én mindig törekszem erre. És tessék, ma megiszok egy doboz sört. Mi baj van ebben, hogy megiszok egy doboz sört? Szerintem semmi. Szóval újra válaszolnék azoknak a kommentelőknek, akik ismeretlenül, fogalmuk sincs, hogy én ki vagyok, fogalmuk sincs arról, hogy én milyen életutat jártam be addig, hogy én idáig eljutottam, addig én úgy gondolom, hogy nincsen joguk felettem ítélkezni. Mert a legtöbb az ilyen kommentelő ugyanúgy megissza a napi sörét, ugyanúgy elmegy hétvégén bulizni, ott ugyanúgy bebaszik, mint az állat, és megmerem kockáztatni, hogy ők is hozzányúlnak különböző szerekre. Csak ezt ők nem vállalják be. Én itt most a szemetek előtt bevállalom, hogy igenis, az életemben volt ilyen szakasz. Mert abban a társaságban, amiben voltam, ez volt a normális. Igen. Lehet, hogy rossz volt, lehet, hogy elítélendő, de én ezt bevállalom. Igen. Ez vagyok én. Csak azt nem szeretem, amikor videóim alatt hót tisztán, mert ugye ilyen szintetikus, meg különböző tudatmódosító szereket már nem használok. Igen, egyet szoktam használni, alkoholt szoktam inni. De azt sem úgy iszom, hogy mindennapi rendszerességgel, hanem amikor egy-két hónap után így rám jön, akkor őszintén megmondom, bezárkózok itthon, és jól bebaszok magamnak. Na, igen, ez van. Ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. Én őszinte ember vagyok, és ezért hoztam létre, ezért csinálom ezt a videót, hogy megértsétek, hogy igen, én is egy gyarló ember vagyok, vannak káros szenvedélyeim, de még mindig nem viszem túlzásba. Én nem vagyok egy csöves koldus, én nem remregek a piáért, nekem nem kell minden nap innom ahhoz, hogy jól érezzem magam. Én mindig jól érzem magam, én mindig pozitív vagyok,
de azt el kell ismernem, hogy 2-3 havonta rám jön egy olyan, hogy na most, most úgy belehúzni. És akkor elengedem a gátlásokat, szabadjára engedem a vágyaimat, és igen, örüljetek neki, amit most mondok, igen csúnyán beszoktam baszni. De ezt nem nyilvánosan, hanem otthon a két fal közé bezárkózva a barátaimmal. És utána alszok 2 napot, kiozanodok, és folytatom tovább az életemet. Ennyi. Szóval ezt akartam elmondani, lehetnek most ezután is előítéleteitek. Mondjatok, amit akarsz. Én most bevallottam mindent. Igen, szeretem az alkoholt. De nem úgy szeretem, mint a legutolsó kőműves csöves, aki csak úgy tud egyenesen szöget beverni, hogyha reggel megitta a kis tüskéjét. Mert én nem. Én nem vagyok effektív ilyen alkoholista. Mert ennek is vannak különböző fokozatai. Én azok közé tartozom, akik 2-3 havonta egyszer igenis szeretnek jól bebaszni, 2 napig pihenek utána, és aztán 3-4 hónapig eszembe se jut, hogy alkoholhoz nyúljak. Ennyi. Úgyhogy nem tudom, hogy még mit tudnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy titeket kielégítselek ezzel kapcsolatban, de a lényeg az, hogy én őszinte vagyok, én nem tagadom le a múltamat, igen, használtam kábítószereket, tudatmódosítószereket, de ez körülbelül 20 évvel ezelőtt volt. Azóta sose nyúltam ezekhez. Azóta igen, szoktam alkoholt inni. Van, amikor nagyon sokat szoktam inni. De ez nem azt jelenti, hogy én minden nap rendszeresen ezt csinálom. Ha van egy megfelelő buli, vagy összejövetel a haverokkal, csinálunk tényleg egy erezdel a hajamat, és nem hiszem el, hogy ti nem szoktatok ilyeneket csinálni, nyáron összegyűlni valahol a tűz körül, és jól bebaszni. Mert szerintem ezt mindenki megcsinálja. Csak ti a nyilvánosság előtt ezt nem meritek bevállalni. Ennyi. És erről ennyit, és viszont, hogy örüljetek, megfogadtam a tanácsotokat. Ma egy régi, nagyon jó tetoválós barátomhoz, a Salamon Bruce Zoltánhoz, a Manning Tattó, vagy nem tudom, most nem tudom, hogy reklámozzam, de ez a reklám helye. Inkman Tattó, vagy Manning Tattó, mindegy, ez a Ferenc körúton található, egy fantasztikus tetováló stúdió. Na, őket most elkértem, vagy elértem, és a ti általatok felém sugárzott dolgok miatt átgondoltam dolgokat. És arra jutottam, hogy teljesen igazatok van. Ezt a rántott húsos pacalt, kértem időpontot, és el fogom tüntetni. Mert a sok kritika után én elkezdtem gondolkozni, hogy igazatok van. Ez itt egy fos. Belátom. Nektek volt igazatok. És le fogom szedetni. Bár mondom, ez nem mostanában lesz, amikor időpontot kapok, akkor kezdik el, de ez egy 3-4 alkalom lesz, mire ez a rész. De én csak ezt a részt,
fogom, meg ezt a gyémánt, akármit, el fogom tüntetni, de a többit, a homlokomon, a Damagét, a Jokert, meg ezeket, azokat nem tüntettem el, mert azok nagyon, nagyon közel állnak hozzám, azokat nagyon szeretem. De igazatok volt, magamban néztem, és tényleg ez a szar rántott húsos palacsinta, ez nem kell a pofámra. És erre ti hívtátok fel a figyelmemet, és nagyon sokat gondolkoztam át, ez emiatt, hogy valójában igazatok van. De ez is sajnos egy elhamarkodott döntés volt, amikor ezt megcsináltam. Hibázik az ember, amit elmondtam több videóban, hibázunk. De én tanulok a hibámból, és meghallgatlak titeket, és mivel sokan foglalkoztatok ezzel, én úgy gondolom, hogy biztosan igazatok van, és tényleg nem kell ez az arcomra, és meg fogom szüntetni. És nem azért, mert most becsicskulok nektek, meg hogy ne írjatok rólam negatívokat, mert én ugyanúgy írhattok rólam negatívokat, mert attól függetlenül, hogy ez a tetoválás, ez a guztustalan el fog kerülni, attól függetlenül az arcomon még ugyanúgy lesznek majd tetoválások, csak igényesebbek. Úgyhogy itt a söröm, hogy lássátok, mekkora alkoholista vagyok, egészségetekre. Ezek után majd kíváncsi leszek, amikor eltüntettem a tetoválást, akkor mivel fogtok majd megtalálni? Amivel semmi gondom. Mert erről szól a YouTube, erről szól a komment szekció, én nem haragszok senkire, nem sértődök meg senkire. Igaz, volt az elmúlt pár napban, amikor tényleg egy kicsit felidegesítettem magam is, rossz karmát gyártva magamnak, írtam vissza embereknek olyan dolgokat, amit innen keresztül is bocsánatot kérek, hogyha megsértettem bárkit, de akkor abban a pillanatban ezt muszáj volt kiadnom. És nem is vonom vissza, mert az az akkori én voltam. De ezek után nagyon fogok figyelni, hogy kinek mit írok, egyáltalán kinek fogok válaszolni. Mert most megmondom, hogy a full negatív, full paraszt, lealacsonyító, kurvanyázó, ilyen kamu, mi ez, ilyen kamu, Ali Abdul, faszom tudja, kiknek a nevével irogattok, hogy majd meg fog találni. Hol fog megtalálni? Börtönben ül. Egy. Kettő. Ott vannak ezek a rugosbekés fényképpel, oldalak létrehozva, hát azokra se fogok reagálni, mert a rugosbekétnek az oldalait is, meg a videóit is követem, és azért már írtam neki pár dolgot, meg ismerem annyira, hogy ő nincs annyira lesüllyedve, hogy az én 420-as feliratkozós videómra ő olyanokat írjon az ő nevében, mint akik írnak az ő nevében, feltüntetve egy ilyen kamu profila, mintha ők lennének a rugós bekéjék. Nem fogok ennek beállni. Na jó van! Hagyjuk az egészet, én nem feszültséget akartam generálni, remélem elmondtam nektek mindent, őszintén, remélem ezt a helyére tudjátok rakni, remélem ezt felfogtátok, és ezen túl úgy is tudom, hogy lesznek ugyanolyan emberek, akik így drogos, úgy drogos, amúgy drogos, tudjátok mi? Ha annak láttok, akkor az vagyok. Nem érdekel, mert én ismerem az életemet, a körülöttem lévő barátok, ismerősök tudják, hogy ki vagyok. Nem fogtok ezzel
lealacsonyítani engem. Viszont mindannyiatoknak gazdagságban, békességben, egészségben és sikerekben gazdag életet kívánok, és kívánom, hogy érjétek el azt, amit az életben el szeretnétek érni, mert én pozitív vagyok. Én nekem nem jó az, ha más szenved. Mindenki legyen boldog. Még azok is, akik annyira negatívan állnak hozzám. Én őket is szeretem, a szívem nyitva feléjük is. Hát ennyit akartam ezzel mondani. Remélem pozitív volt, és akkor itt jön a szokásos szöveg, hogyha úgy gondoljátok, hogy ez a videó másokat is érdekelne, és pozitív irányba vinni őket, kérlek titeket osszátok meg, lájkoljátok, illetve diszlájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és hamarosan érkezem a legújabb videómmal. Puszillak titeket, sziasztok!